Még mielőtt így elindulna a videó, el szeretném mondani, hogy lettek ugye át saját termékeim. A linket ilyen lent lehetek a leírás első sorában. Szóval srácok, bekerültük ugye az új termékek. Van puzzle, van boxer, van bögre, többféle bögre, van ugye ilyen kis... ja nem, ez mi ez? Ez persely, bocsi, mindig félrenézem. Van bögre, és van póló. Amit el szeretnék mondani, hogy nagyon-nagyon sokan kérdezik, hogy mikor lesz női póló. Srácok, ezt a pólót, ezt nyugodtan viselhetik fiúk, lányok is. Nincsen megszabva, hogy ez lány vagy fiú póló. Ezt akárki fel tudja venni, és ja, tudja hordani. Szóval, hogyha esetleg érdekel titeket, akkor ugye a leírás elsősorban megtaláljátok. És az első 15-20 vásárló között majd ki fogok sorsolni vagy érmét, vagy egy másik terméket, majd ez kiderül, de ja, légy szíves, megkérlek titeket, hogy aki esetleg akar venni, az nézze meg, vagy csekkolja le, vagy próbálja ki. Szóval ennyi. Köszönjük, hogy itt voltatok, és akkor nézzük, mi is van ebben a videóban benne. Kiderülök, és itt vagyunk egy következő videóban, és hát pont úgy köszöntem, hogy nem tudok felugrani, itt van fölöttem egy fa. Szóval, hello mindenkinek, sziasztok srácok, én Dániel vagyok, PGT Dani, aki nem ismer, az dobhat nyugodtan egy lájkot azonnal, meg aki ismer, az is, légy szíves, köszönöm szépen. Na, igazából találtam egy falut, szóval gondoltam, hogy elindultok egy felvételt, és ja, neki indulunk, amivel van fám, ezért már inkább nem fogok többet szorakozni itt a favágással. Nos, kezdjünk is, neki nézzük meg, hogy mit találunk ebben a faluban, de mondjuk ahogy látom, pont nincsen itt kovács, szóval nem nagyon lesz hosszú életű dolog, vagy hosszú, vagy nagyon izgalmas dolog ez a falu cucc. Na mindegy, gyors szedek egy kis szenet, mert ki tudja, hát ha esetleg még egyszer jól fog jönni nekünk a szén. Szóval nézzük meg a izét, úgy egy virág, nagyon jó, ezt is hozzuk magunkkal. Szóval, itt van egy falu, ami, ja, és az ott mi? Ott van valami óriás nagy építmény, az mi akar lenni? Az úgy néz ki, mint valami óriás nagy szemetes, vagy kuka? Nem tudom, na mindegy, nem nagyon látok itt kovácsot, szóval, nem tudom, a búzájukat leszedem, azt annyi. Jó, ezt így szépen elszedjük, visszaépítjük, vagy visszarakjuk, hogy azért mégiscsak újra nőjön nekik, meg minden. Szóval, hát akkor nézzük meg, hogy mi van ott a kukánál, úgy tűnik, hogy mégis lesz annyira érdektelen és uncsi videó, szóval, ja, gyors, csekkoljuk le, hogy mit fogunk ott találni, és hát srácok, még egyszer elmondanám, hogyha esetleg tetszenek ugye az ilyen videók, akkor nyugodtan dobjatok egy lájkot, és akkor lesz még több ilyen videó, és ja. De ugye hát ezt már amúgy is megszokhattátok, hogy minden nap 8 óra 30-kor vagy a nagy csatornámon, vagy a kis csatornámon van videó. És még annyit el szeretnék mondani, hogy van egy harmadik csatornám is, a Dani Minecraft, aminek a linkje ott lesz a leírás első sorában. Dani kötőjel Minecraft, ott is Minecraft van, de ott ilyen hardcore, meg ilyesmik, meg néha Bed Wars. Nem tudom, hogy itt van esetleg, aha, itt van valami bejárat. Nem tudom, hogy ez mi, de ez konkrétan ez egy óriás nagy kuka. Furcsa, na mindegy, menjünk be, nézzük meg, hogy mit fogunk itt vajon találni. Lesz-e itt valami izgalmas dolog? Aha, itt van valami bejárat, hát ledobjuk a virágot. Van, esik valami bántódása? Eltűnt. Jó, mindegy, nézzük meg, hogy ha belegurunk esetleg... Jó, oké, túlélte a virág is. Nem azért mondom, de nem nagyon szoktam szemetesekbe ugrándozni, szóval kicsit meglepő, hogy egy szemetesben van egy ilyen óriás nagy jump. Na mindegy, akkor jó, vigyük ki ezt a jumpot, hát ha van valami értelme is ennek az egésznek, és valami talán találni fogunk esetleg a végén, vagy legalábbis hát, ja, ahogy ismerem magunkat, általában mindig szoktunk valami érdekes dolgot találni, és amúgy annyira nem is tűnik nehéznek ez a jump, mint ami ennek elsőnek tűnt, amúgy sokkal nehezebbnek tűnt, mint amennyire most úgymond tűnni. Talán esetleg kisbírom első... Azt hittem, hogy kibírom elsőre, de nem, de viszont én elérem a izéket, elérem a cseszteket, ezek meg van gyémánt. Azta, ebbe is van, ó, ebbe is van gyémánt, meg itt van valami kar is. Jó, én ezeket kilobdosom akkor gyors így a cseszből. Hát ebből, aha, ebből amúgy szerintem tudnék gyémánt szettet is csinálni. Jó, akkor ezekből szerintem megcsinálom a gyémánt cuccaimat. Aztán... aztán majd kiderül, hogy mi lesz. Jó, úgyis van nálam fa, gyors megcsinálom, és akkor gyors kivisszük majd újra a jumpot. Na várjatok, kéne akkor egy gyémánt melvért, kéne egy gyémánt naci, igen, nagyon jó, kéne egy gyémánt fejes, egy gyémánt csizma, és akkor majd csináljunk gyémánt eszközöket is, én azt mondom.
Mert hogyha már van cuccunk és megtegyük, akkor miért ne? Csinálunk egy gyémánt kardót, csinálunk egy gyémánt csákányt, csinálunk egy gyémánt baltát. Főleg, hogyha nem rontanám el, nagyon jó. Csinálunk akkor egy gyémánt ásót is, meg... Ja, kb. Így ennyi. Na, gyors felvesszük a cuccokat, és akkor vigyük ki újból ezt a cuccot. Na, tökéletes. Nos, akkor kezdjünk megint neki. Akkor próbáljuk meg kivinni a jumpot, most megpróbálok nem leesni. Bocsi amúgy, de nem tudom, azért nem, mégsem annyira egyszerű, meg hát egészen sokáig el tudtam szerintem jutni, úgyhogy ne is nagyon esélyek lesz, szóval ahhoz képest még egészen jól ment. Tehát rosszabbra számítottam, na mindegy. Ugorjunk akkor neki még egyszer, jó, egészen király, beveszünk szépen kis kaját. Nagyon jó, oké. De miért esek le? Jó, nem érdekel, csalni fogok egy kicsikét, na várjatok. Csinálunk ide egy ilyen lépcsős dolgot, legalább így ide. Ez talán azért annyira nem nagy csalás, és hát remélem. Bocsi, de ja, nincs kedvem mindig ott felmászni a létrán. Jó, oké. De miért esek le? Jó, újból, nyugi van. Ez még ahhoz képest még talán azért hozható dolog, tehát nem, még nem buktunk el. Miért? Ó, Istenem! Jó, nyugi. Miért esek le? Srácok, valaki el tudja mondani, miért esek le? Hogy tudok most ennyire béna lenni? Nagyon-nagyon bénán csempolok most, na nyugi. Pontosítsunk. Hú, de nagyon kiégek. Nagyon-nagyon kifogok égni, hogyha ez... nem érdekel. Nyugodjunk le. Szépen, nyugodtan és óvatosan ugráljunk végig. Jó, igen, értem. Jó, rendben van. Na, nyugalom, elsőre, figyeljétek meg. Tökéletes, igen, így is van. Jó, oké. Közben valami Minecraftos hangot hallottam a háttérben. Jó, oké. Ne, ezt elrontottam, ne. Jó, nyugi. Ide a jögekhez felépítem magamat, mert nem fogom ezt még egyszer. Ezt nem fogom még egyszer. Ebbe biztosak lehettek, hogy én ezt így még egyszer nem fogom megcsinálni. Jó, hú, de nagyon csaló vagyok. De hát ez alapból csalás, hogy mindig előről kéne kezdeni. Én ezt biztos, hogy nem fogom úgy megcsinálni, hogy az elejétől kéne. Mindig kezdem, csak kicsit töltödjön fel a HP-m, mert azért nem akarok meghalni, hogyha leesek. Jó, oké. Jó, megvan. Hú, na, fast jump, oké. Jó, hú, ott nem kellett volna ekkorát jumpolni, de mindegy. Jó, oké, chestes cuccok. Jó, és azt mondom, hogy a kart azt már, igen, meg is találtuk. Jó, légy szíves. Jó, megvan, utolsó megvan! Hú! Kivittük! Királyság! Jó! Nézzük meg, hogy mi van itt és... Kuka király? Mi van? Ki ez a Kuka király? Ne azért mondom, de én még nem nagyon hallottam ilyen karakterről, és éppen alszik. Nem tudom, hogy ez ki... Ó, itt egy nyuszi. Szegény nyuszi meg van kötözve, elengedem. Azért... hello! Szia! Figyelj! Hírte idegen, mit keresel itt? Idejöttem megnézni, hogy mi ez, mert pont itt járkáltam, és itt volt a falu mellett ez a óriási nagy kuka, és hát kíváncsi voltam, hogy ez itt mi. Ez az én kukám, takarodj innen. De hát figyelj már, én csak meg akarom nézni, hogy mi van itt. Jó? Nyugodj meg szépen. Na, mik vannak itt? Óha, vannak itt cuccok rendesen. Milyen sok cuccod van már? Aszta, nem érdekel, nem fogadok idegeneket. De hallod? Mi ez a kukás hely? Azért mesélhetnél róla, hogy itt mi van. Ó, a nyuszid elmegy. Hallod? Elszökik a nyuszid. Csak úgy szólok. Szegény nyúl. Nem azért mondom, de a nyuszikat... Most komolyan megölted? Most komolyan megölted szegény nyulat? Hallod? De, jó, kard. Köszi. Ne! Add ide! Ez az én kardom! Add ide! Jó, köszi. Ennyi vagy. Kösz. Egy élesség 4-es kard. Na, látod? Ez volt a te kardod. Haha. Ennyit ér. Na mi az? Ilyenkor ki a nagyfiú? Jaj, szegény nyúl. De miért kellett megölnöd azt a nyulat? Te mit képzelsz magadról? Miért kell nyulakat bántanod? Aha. PvP-zni akarsz?
Igen? Valóban PvP-zni akarsz? Biztos, hogy azt? Jó, rendben van. Legyen. Nyulakat ölsz meg ilyenek így a Minecraftban, hát ezt remélem tudod, hogy nem fogod megúszni. Remélem tudod, most meghalsz, elég volt belőled, beléled volt elég. Mi az, hogy szegény nyuszit megölöd? Mennyire gonosz vagy már? Pedig ő te nyulad volt elvileg, legalábbis nem tudom. Oda mész, ez szimplán megölted, gonosz vagy. Most bosszút állok a nyúl miatt. Jó, bosszút vulkán, sőt, itt a tojásod, jó klikkel is eltüntettem, látod? Ennyit a tojásodról, ennyit ér. Tudod mit? Tessék, ott a méreg, azaz, na mi az? Na mi az? A méregekkel már nem vagy olyan jó viszonyban? Ajaj. Közben bobokat is spamnol nekem ide, ezeket nem lenne rossz mondjuk megölni, mielőtt ők ölnének meg engem. Öljük már meg. Jó, oké. Mik ezek? A ezüst bolyok, vagy mik ezek? Ezeket egy gyors megöljük. Közben sietni kéne, mert... Aha, mi az? Támadnak téged? Haha. Na mi az? Ajaj, pókok, 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 oké. Ők együttések voltak. Vegyük be az OP-almát. Na, folytassuk, várjátok, még van nálam méreg. Jó, kicsit távolököm. Aha, na mi az? Na mi az? Mérgeződöl? Ennyi vagy? Aha, amúgy még feladhatod, nem azért mondom. Hallod, kuka király? Feladhatod. Feladhatod, megadom az esélyt, úgyis veszteni fogsz. Haló? Na, azért mondom, feladta. Ennyi volt. Na, ennyi. Nem kell itt izélni, figyelj. Én békés szándékkal jöttem, én nem akartam veled semmiféle harcba kezdeni, én csak be akartam nézni. Jó, bocsi, tényleg erős vagy. Na, látod? Látod? Ó, jaj, odaadja. Nekem nem kell a díszletet, nyugodtan tartsd meg. Én nem akarok tőled semmit se ellopni. Nyugodtan tartsd meg, bro. Nem kell. Tied lehet. Nyugi, tied. Vedd fel, azaz jó. Na, figyelj, kuka király, én csak igazából azért jöttem, hogy körbenézhessek a házadban. És hát nem tudom, igazából eléggé nem túl durva. Ó, itt a tojás. Ez eltűnt. Jó, hát nem azért mondom, de nem túl jó, bocsi. De nem tudom, különlegesebbre gondoltam, hogy valamit. Igazából itt csak egy jump volt, meg tudtam találni magamnak jó cuccokat. És hát nekem ez megteszi. Hát elhiszem. Na jó, mindegy, figyelj. Igazából én csak ennyit akartam, tényleg nem akarok veled balhét. Visszaadom a Enchantotopia almáidnak egy részét. Meg a gyémántuknak egy részét. Figyelj, figyelek. Na, nyugodtan írd le, amit szeretnél. Én tudok repülni, szóval kiviszlek innen. Ó, jó, köszi. Ó, ezt visszaadod, köszi. Jó, akkor létszik kivinnél? Jó, megköszönöm. Jó, legalább tud repülni a srác. Milyen király már neki? Én miért nem tudok repülni? Mennyire jó lenne, hogy én is tudnék repülni. De legalább felajánlotta, hogy kivisz minket. Mondjuk igaz, hogy meg akart engem az elején ölni. Ami nem túl szép gesztus. Én egy rovar vagyok, ezért... Ó, értem. Hát akkor megértem, mondjuk. Nem túl szép... Ó, kivittél. Kösz szépen. Hát nem volt túl szép gesztus, hogy nekem támadtál, de mindegy, megértem. A rohatúr szereted? Mert gondolom, kuka, király, meg ilyenek, azok szeretik a rohadt dolgokat, vagy nem. Nem tudom, igen a kedv... Ó, tessék, nyugodtan akkor ezt így neked adom ajándékba. És hát kuka király, akkor köszönöm szépen, hogy itt láttam és körbenézhettem. És hát srácok, nektek meg nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Nyitok meg a csengőt, csekkötök le a második csatornámat, a harmadik csatornámat. És kövessétek meg ilyenek. Szóval, ja, dobjatok egy lájkot is a videóra, hogyha tetszett. És találkozunk legközelebb. Én Dani voltam, és még egyszer köszönöm, hogy itt voltok. Sziasztok!